Ha egy férfi három foci meccset zsinórban végignéz, hivatalosan halottnak kell nyilvánítani. Atya úristen, intro után folytassuk inkább? Igen, intro után. Nos, az idézet hölgy egy Amerikában népszerű hölgyemény, és egyébként ne ijedjen meg senki, mert nem fognak senkit halottá nyilvánítani, mert ez valószínűleg egyébként az amerikai focira vonatkozik, ami nem foci, mint tudjuk, és végeletlenül hosszú ideig tart. Tényleg. Dögunalmas, de biztos. Vannak itt is hívei, úgyhogy nem fikázok egy másik sportot. Én nem szeretem. Így van, így van. Bár nekem például a curling az nagy kedvencem. Ez nekem is. Annál izgalmasabb sportot nem igazán tudnék elképzelni. Én sem. Tehát, hogy azért így. Jó, hát nézzük akkor. Először csak így nagyon, nagyon távolról, hogy a forduló egészéről mit gondolsz? Forradalmi újítások a hotelet. Nem, ez a változások fordulója volt szerintem. Hát azért főleg most ne beszéljünk mellé, az Újpesttel kapcsolatban egy ilyen feltámadás közeli helyzetben, vagy helyzetbe került az Újpest. Remélhetőleg most már jó útra fognak térni abból a szempontból, hogy az Újpest útjára térnek, megszabadultak, Békjóitól megszabadult, felszabadult játékosokat láthattunk. Láthattunk egy küzdelmes mérkőzést a Debrecen ellen a Ferencvárosnál. Tulajdonképpen ez a két mérkőzés volt az, ami szerintem... Kimondhatjuk, hogy előre léptünk? Hát most ebből a szempontból biztos, hogy belgátlanították a bajnokságot. Legalábbis még egy... Részben. Részben, igen. Annyi, hogy láttunk egy 10 évvel ezelőtti Simon Krisztiánt körülbelül. Láttunk olyan játékost, aki szó szerint megszakadt a sikerért. Igen. Úgyhogy láttunk a Varga Barnabást. Tehát az ég kék, a fű zöld, Varga Barnabás gólt fejjel. Tehát körülbelül most már lehetne így is szólni. Jó, jó. Na, akkor majd részleteibe belemegyünk, de először kalandozunk egyet a nagyvilágban. Hátra ugye, felé nyilazva? Igen, mert hát szerencsére vannak nekünk légiósaink. Kezdjük mindjárt Olaszországban, ahol a Nagy Ádám a speciában végig a pályán volt, és hát a Ternánához látogattak. Mondjuk egy szerencsésebb képet is választottak volna a Facebookjukra, de hát most igen. Egyefen. És olyan nagyon érdekes volt ez a mérkőzés, mert a 89. illetve a 95. percben estek a gólok, és egy-eggyel zárult a találkozó, de ami a legfontosabb, hogy a Nagy Ádám végig a pályán volt, úgyhogy ennek aztán igazán örülhetünk. Hát itt Lengyelországban, ugye Poznan, Varta Poznan, Rakov összecsapás volt, a hazaiaknál Eppel Márton az 58. percben állt be. Sajnos viszont itt a Barát Péter másik csapatban a vendégeknél nem kapott szerepet. Hát nem lenne jó, hogyha most akkor oda szerződött, és akkor most meg ott nem játszana. Hát most itt tulajdonképpen annyi, hogy a bérkeretét nem mi fizetjük. Hát nagyon remélem, hogy azért lesz abból a sázból valami, mert ennél azért többre számítottam. Igen, de majd azért meglátjuk, hát még ez most nagyon friss ez az igazolás, tehát még ott azért változhatnak a dolgok. Na és akkor menjünk Dokszájékhoz. Bolla Bendegúz gólpaszt adott, de a szervet így is 2-1-es vereséget szenvedett, és hát két kiállítás miatt 9 emberrel zárta csapata a meccset, még így is a második oka pontvadászatban. Nem odavaló az a gyerek, szerintem ő már jobb lenne. Hát igen, kinőtte, mint a Vidi az NB1-et. Oké. Okay. Jó, itt Szerbia Topolya a Novi Beograd otthonában nyert 2-0-ra. Itt Sós Bence a 80. percben állt be csereként, és
3 percre rá 11-est értékesített, és ezzel beállította a végeredményt. Tehát, nyerő ember volt. Nyerő ember volt, 2-0-ra nyert a Topolya, úgyhogy szuper. Mocsi Attila végigjátszotta a Sivasspor-Rizespor találkozót, ahol a otthoni csapat nyert. Hollandiában Den Haag, Den Bosch 3-0, Hegyi Krisztián végig a pályán volt. Hajduk Split, Slaven Belupo Horvátországban Kleinheisler László az 57. percben állt be. Franciaország, Négót a 76. percben cserélték le. Le. És egyébként otthon így a Rentől 1-0-es vereséget szenvedtek. De bíznak benne. Tehát ez jó, jó dolog egyébként. 30 pluszosan egy idegen bajnokságban, hát nem is egy rossz bajnokságban. Látszik felé a bizalom, úgyhogy igen. Elfért volna mostani vidibe is szerintem. Igen, Görögország, ugye itt vannak ezek a betegség nevű csapatok, kifiszi a Volosz 0-0, a Volosznál Kovács Dániel végigpályán volt, és az osztrák Bundesliga Tirol, Ausztria Lustenau 0-2, itt a Lustenau-nál Tiefenbach Dániel a 82. percben lépett pályára, és délkeleti szomszédunk, akiket nem nevezünk meg, de mindenki tudja, a Sepsi színeiben Kecskés Ákost a 88. percben cserélték le, Varga Kevin pedig a 61. percben állt be. Varga Roland sajnos nem volt a keretben, és az FCB ellen sajnos Bukarestben 1-0-es vereséget szenvedett a Sepsi. Hát ennyi. Nem lejtett a pálya, de hogy is lejtett nem, a pálya. Nem, szokott. Tehát ott nem. Ott abszolút tiszta. Nem az korrekt európai ország. Igen. Hát még annyi, hogy Szoboszlai Dominik, ugye először az volt a hír, hogy nagy a sérülőse, aztán megvizsgálták, itthon is egy osztrák orvos telkiben, és azt mondta, hogy korán sem olyan nagy a baj, most meg, mint hogyha olyan hír jött volna, hogy megműtötték. Most így... attól függetlenül, mert megműtötték, lehet nem nagy a baj. Igen, és akkor én olvastam ilyen 2-4, meg 4-8-7. 4-8-7? Igen. Az igen. Tehát, hogy ilyeneket olvastam, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Minden esetre a Liverpool nélküle azért nem olyan acélos, de hát, ugye így jár az, aki elveszíti átmenetileg egyik kulcsjátékosát. Na. És az kíváncsi leszek, ugye, még a hírek, még egy mondat igen. Ide, nem akarok itt szakértősködni, de hát, hogyha Klopp elmenne, nekem is az a, hogy megnéztem a Xabi Alonso által irányított csapatot, a bajorokat, hát ha ezt fogja játszani a Liverpool, az úgy nagyon fog tetszeni, szerintem. Igen? Igen, tehát szerintem abszolút beilleszthető ebbe a játékrendszerbe a Dominik egy kicsit, én úgy gondolom, szakértők szerint is, és így az én szerint, képességeim szerint is, egyébként jóval támadóbb lehet majd, és abból ki tudja majd hozni magából a gól, ugye tulajdonképpen a gól intelligenciáját, hogy nem csak erre a védekezésre legyen, csak ahhoz, hogy a csapattársak is kellenek, bár jó lenne, ha addigra mondjuk megszabadulnak pár játékostól. Oké. Okay. Na, ha már a szakértőknél tartunk, mi ugye nem vagyunk szakértők, de egy kicsit kezd unalmassá válni, hogy a szakértő urak manapság megvilágosodnak, és körülbelül arról kezdenek el beszélni, amit mi évek óta mondunk, de hát ez legyen az ő problémájuk. Hát olyan országos napilag, aminek a podcastjébe egy az egybe visszahallottam egy pár videóval ezelőtti beszédünket, még szinte a szórend is megegyezett. Igen, igen. Hát jó, megtanulták. Hát nem... De egyébként nem szégyen a tanulás. Na, nem, oké. Okay. Ezzel már is hazaértünk, de hát a sok BB után a nem viszembaszom következik. Méghozzá időrendi sorrendben, ami azt jelenti, hogy Kisvárda a Felcsút. Ez egy 0-2-es meccs lett. Én itt vártam a Kisvárdától valamit, aztán ez a valami meg nem következett be. Elég kifejező, amit látjuk itt majd, kicsit majd át lesz alakítva a screen, tehát látni fogjátok, amit majd mi is nézünk, egy kis technikai fejlesztésünk volt továbbra is.
Úgyhogy, de hát a Feszkó Tamásnak az arca mindent elárult a sajtótájékoztató után. Lehet, hogy egyébként maga az első osztály beleszáldozva Kisvárdán azért, hogy a stabil működés meglegyen, de én egyelőre nem látom azt, amit szeretnének. Bár le is lettem húrogva, hogy Feszkó Tamás nem egy jó edző. Én szerintem de, csak ahhoz, hogy amit ő megvalósítson, abból két dolog nincsen meg Kisvárdán, idő és játékosok. Hát igen, arra utal Feszkó Tamás nyilatkozata is, mert azt mondja, hogy ha mindenki tudja, mi a pozíciója, akkor miért van máshol? Ezt nyilván az első kapott góljukra mondta, és hát nyilván megkapták az első gólt, és most már ez tényleg menetrendszerű, hogy egyrészt ők kapják az első gólt, másrészt pedig onnan már nem tudnak aztán felállni. Úgyhogy van ott mit tenni, de én azt látom, hogy bár Révész Attila azt mondta, hogy ez minden idők legjobb Kisvárdája játékos ügyileg, de ez valahogy nem látszik a pályán. És akkor egyébként ez a nem látszás, ez azért itt aztán el lehetne tényleg vitatkozni azon, hogy most a keret vagy a feckó a probléma, de én azt hiszem, hogy én inkább a keretet látom annak, ami nem igazán jó működik. És hát persze nyilvánvalóan a szurkolók elégedetlenek. Hát miért is lennének elégedettek? Úgyhogy egyébként viszont ugye érdekes nyilatkozatok is elhangoztak a mérkőzés után, mert ugye Lukász azt mondta, hogy sajnálja, hogy egyébként a csapat 80%-a nem érti, hogy mit kiabálnak a szurkolók. Hát ez ugye elmondja azt a szituációt, hogy tényleg rengeteg légiós van Kisvárdán, és minthogyha, és én lehet, hogy azt mondom, hogy leginkább itt lehet a probléma, és szerintem erre Lukász vagy célzott, vagy jól ráérzett, hogy ebből a sokféle nációból nem sikerült egyfajta valamit összegyúrni, ami aztán működőképes együtt. Hát igen, ez az együtt gondolkodás, mert a nyelvi akadályokon még talán át lehetne lendülni, de itt a közös hullámhosszal lehet a fő probléma, hogy vagy nem akarnak ráérezni, vagy az edző nem képes azt a közös hullámhosszat létrehozni, hogy valami ott nem működik. És mondta mindezt a brazil játékos magyarul, aki megtanult, ugye magyarul mondjuk 2012 óta él Magyarországon, de ettől függetlenül elég szépen megtanult, és ő a Leandrónak a unokatesója. De attól függetlenül szép, hogy egy brazil-portugál anyanyelvű játékos így megtanult magyarul, tud nyilatkozni, és ami a legfontosabb, ráérez, és illetve meg tudja fogalmazni, a mondani valóját, hogy mi az, ami szerinte a legjobban nem működik ott a csapaton belül. Igen, ez probléma lehet, de hát mi volt a másik oldalon? Kiderült, hogy Hornyák Zsolt egy anti-Schuster Lóri, mert ugye ő Schuster Lóri azt mondta, hogy dugjatok a 220-ra, ugye? Hornyák Zsolt meg azt mondta, hogy leesett róluk a feszültség. Úgyhogy szerencséje volt a felcsútnak, hogy volt náluk egy gyengébb csapat. Nem, én egyébként például már az előző mérkőzésen is azt láttam, hogy ott már tényleg igaz volt az, amit egyébként két fordulóval ezelőtt nyilatkozott Hornyák Zsolt, ami akkor viszont nem volt igaz, hogy tényleg megvolt a játék a felcsútnak, csak éppen gólt nem lőttek. Most szerintem ugye ez mindig olyan, hogy az adott mérkőzést kell megnyerni. Most, hogy és gólok nélkül értékelni. Igen. Hogy én azt gondolnám, hogy ezt a meccset kellett megnyerniük. Az, hogy ez nem lett egy jó meccs, mert nem volt jó meccs, ugye? Azt hát azért elmondhatjuk. Hát meg a hangulat sem volt, ugye? Meg, hát hogy mondjam? Hát ide kellettek volna konzervhangok, mint az ilyen ócskább vígjátékoknál. Igen. Tehát így egy ilyen Benny Hill-es röhögést egyszer-kétszer belefért volna. Igen, úgyhogy én azt mondom, hogy ez szerintem most, ha volt is ilyen edzőkérdés, vagy ilyen körüli dolog felcsúton, akkor valószínűleg most legalább minimum átmenetileg ez lekerült a
napirendről, ha egyáltalán volt ilyen. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy én úgy látom, hogy ott eléggé végtelen a türelem. Ők tudják, hogy hát valószínű, mit csinálnak. Marad a Badár úr. Én szerintem pedig azért az ingott alatta a kis pad. Én legalábbis ezt éreztem a nyilatkozataiból is, azt lehetett érezni, hogy azért már érte szót a ház elejét szakmai szempontból, de az biztos, hogy az a türelem, ami ott a Hornyák felé megy, azért megcsüvegelendő, de az biztos, hogy Magyarországon ritka az olyan egyesület, ahol nem rúgják ki 2-3 vereség vagy nem tetsző játék után, elfogadják azt, hogy van ilyen. Egyébként ez követendő példa lenne, csak hát ott, ahol egy-két mérkőzés, egy-két vesztett mérkőzés, nagyon gyorsan a tabella alján találja magát az ember, az úgy nem ad okot a türelemre. Igen. Hát sokszor éreztem én úgy az elmúlt időkben, főleg itt a tavasszal, hogy nem, tehát a Hornyák urat ezt lehet, hogy statnak kéne nevezni, és meg kellene tőle kérdezni, hogy ingol stat? Hú, de annyira rossz volt, hogy azért volt jó. Rettenetesen. Oké. Okay. Jó. Ugyanaz lett a végeredmény, mégis egy kicsit másképp. MTK Fehérvár 0-2. Itt azért a vendég oldalról volt szurkolás. Igen, igen. Egyébként, ha jól emlékszem, én nem ezt az eredményt vártam, mert én azt gondoltam, hogy az MTK-ban több lesz a tartás, és meg tudja törni a fehérvári lendület. Ez legalábbis úgy emlékszem. Igen. Így a mérkőzés képe alapján azt lehet mondani, hogy abszolút megérdemelt fehérvári győzelem. Egész, tehát én azt gondolom, hogy nagyon stabil munkát végez a Gzselák, és egyre inkább látszódik, hogy ez most már az ő csapata. Látszik, hogy kicsiben látszódik az, ami Újpesten nagyban, hogy nem ülnek a nyakán olyan emberek, akik megszabják neki, hogy hányas a kabát. Itt azért van bizonyos fokú alkotói szabadság, ami kell is neki, és már szerintem a tavalyi évben is többször elmondtuk, hogy nem a Gzselák volt itt a fő probléma itt a Videótonnál. Az biztos, hogy ez a keret nem egy bajnokcsapat, de ki lehet belőle hozni szerintem egy jó eredményt. Igen, és meg kell jegyezni, hogy a Stefanelli, ő továbbra is tök jó, és gólt is szerzett már megint. És én tényleg úgy látom, hogy ez a csapat tök jól összeállt, és ami a legfontosabb, hogy megjelent az a fajta lélektani hozzáállás, hogy hajtanak, küzdenek egymásért együtt, és hogyha megnézzük, azért olyan jelentős változás nem volt a csapatban, vagy a személyekben, és mégis sokkal, de sokkal jobban játszanak, és látszik az mérkőzésről mérkőzésre, hogy épül a dolog. Tehát, hogy látszik, hogy szépen lépésről lépésre építkezik Zsilák, és ez bizony azért meg is látszik, mert hogy ezzel a győzelemmel már 5 ponttal előzi meg a negyedik helyezettet a Fehérvár, tehát kezd leszakadni a közép mezőny, illetve hát a Fradi-tól ugye 6 ponttal le van maradva, de én azt gondolom, hogy ha ilyen és hasonló játékot látunk a Fehérvártól, meg még kivetítjük ezt a fejlődési ívet egy kicsit hosszabb távra, akkor bőven benne van, hogy itt a dobogós hely az kinéz. És hát emlékeztetnék arra, hogy azért egy óriási nagy gödörből kellett kimászni, hogy idáig eljussanak. Hát igen, egy elég komoly vezetői válság volt ott. Én még arra is gondolhattam, hogy esetleg ki is esnek. Ezért tavaly is, illetve az itteni évkezdés is úgy állt, hogy hát ez katasztrófa. De látszik, hogy a kitűzött cél nem a bentmaradás, mint ahogy megfogalmazzák, hanem ők bizony a dobogóra fognak hajtani. És ezzel a játéka lehet is egyébként. Így van. És egyébként a második gól Tóth Tamás szerezte, aki mindössze 19 éves, ezúton is gratulálunk neki, és sikeres pályafutást kívánunk neki. Az a csapat neve volt a harmadik neve? Nem. Az egy ősi magyar név, végre. Igen. Ő Tóth Tamás Vid ugyanis. Ez nagyon tök jó, hogy ilyen nagyon van. Igen,
És hát összességében pedig azt tudom elmondani, hogy az MTK esetében pedig olyan, kezd úgy alakulni a dolog, hogy ilyen nem értem eredmények születnek a meccseiken, hogy néha megmagyarázhatatlanul jó arcát mutatja az együttes, néha meg megmagyarázhatatlanul rossz arcát mutatja az együttes, tehát hogy a foci csapat, és ez nem tudom én ezt annyira hova tenni, hogy ez most mitől függ. Minden esetre... Nagyon remélem, hogy nem attól, amit nem mondunk. Itt most ebben az esetben arra gondolnék talán, hogy ugye volt itt egy erőltetett menet, és mint hogyha elfogytak volna fizikálisan. Ja, hát igen, a nemezésünk drága gyermeke, a magyar labdarúgás egyik technikai terméke szegény 30. percben. Nem égköve, nem azt akartad mondani? Égköve. Igen, igen, talán azt lehetne mondani. Aki szerencsére azért mindig talál egy-két gólt, és akivel kapcsolatban Rossi azt mondta, hogy hát az hiányzik belőle, ami ugye most ki is kristályosodott a pályán, hogy hát nem egy erőltetett menetben, 2-3 meccs után, tehát már előfordul az, hogy valaki NB1-es játékosként a 30. percben seggén veszi a levegőt. Hát ez, igen, ez ilyen. Hát ez ilyen. Ilyen ez a pop szakma. Igen, igen, és érdekes, amikor a Ferencvárostól várják a profi szereplést, hogy 3 naponta csúcs teljesítmény nyújtson ekkora költségvetéssel, azok az emberek, utána meg 2 egymás követő mérkőzés után már beindult a kifogásgenerátor. De mi nem arra hivatkozunk, hogy túlságosan sok meccs van, de hát megterhelő volt ez a hét a játékos. De hát a játékos mégis a pályán maradt egész mérkőzésen, akkor lehet, hogy viszont van egy olyan probléma az MTK-nál, hogy mert azt nem tagadhatjuk el, hogy a labdával ügyesen bánik, hogy, jó, csak ez nem... hogy nincs még egy olyan ember, aki valami hasonlóra képes lenne? Hát igen, csak ez nem rugós foci, itt azért meg kell mozdulni. Tehát most ez az erővel, ha én 125-50 kilósan, nem tudom mennyi, beállok a pályára és nem mozdulok meg, viszont kurva ügyes vagyok technikás, akkor ugyanazt meg tudom itt csinálni. Na jó, csak ugye mégsem volt csere. Tehát, hogy már mint az esetében. Hát ezért szerintem meg tudná oldani, nem olyan rossz az MTK-nak az utánpótlása. Aha, én is ezt furcsálom egy kicsit, de hát az edző dönt, mi meg beszélgetünk róla, hogy vajon miért. Jó, egyébként ugorhatunk is. És jön itt a harmadik meccs, ugye, mint tudjuk, a bevezetőből az egy olyan kritikus, azt már végignézni. Mert még a vége alatt nyilvánítják az embert. Loki Fradi 1-2. Na, ez végre egy labdarúgó mérkőzés volt, én úgy láttam. Hát atmoszférájában minden esetre. Hát jó bekezdett a Loki. Egyébként így is kell, ki kell használni a hibát. Ettől profi egyébként a csapat, és ettől profi a Ferencváros, mert be tudta húzni a győzelmet. Hát tulajdonképpen, ha a helyzeteket nézzük, lehet, hogy még több is volt a Lokinak. Egyszerűen nem tudják profi módon kihasználni a helyzeteket. Ahogy a Bárány Donáttal kapcsolatban megjegyezték egy páran, és nekem is ez a véleményem, hogy azért nem profi játékos, mert a helyzetbe baromi jól tud kerülni. De egyszerűen annak a kihasználása, az vagy nincs türelme, vagy nincs intelligenciája, vagy én nem tudom. Vagy emlékszel, a kedvenc edzőbarátunk, a Kling Zoli mondta, hogy azt meg tudom mutatni, hogy jutsz el a 16-osig, de onnantól kezdve rád van bízva. Tehát onnantól kezdve neki kell eldönteni, hogy milyen döntéseket hoz, és azt látom, hogy ahogy a kondíció fogy, úgy fogy az oxigén is, illetve az oxigén agybejutó része is, és lehet, hogy ez, és ezt most nem gúnyolódom, hanem tényleg az van, hogy nem tud megfelelően koncentrálni. És a Fradinak ezt a mérkőzést a nemzetközi tapasztalat hozta meg, a 3 pontot, mert ilyen meccseken már van annyi tapasztalata a csapatban, hogy be tudjuk húzni. Ez megint ugyanolyan meccs volt, mint egy 90-es évekbeli magyar csapat találkozott egy közepes európai csapattal, aki semmi komolyat nem nyújtott, de mindig győzött 1 vagy 2 góllal. És pontosan ilyenekben, hogy helyzet, és amikor kellett, amikor nagyon kellett, akkor ott volt a Varga Barnabás, és ott volt a Zakariasen. És ennyi elég is volt. És mindamellett nagyon látszott, hogy milyen energiákat mozgat meg a Loki, és meg is lehetett volna ez a mérkőzés, de mondom még egyszer, ezt mi,
így a, nem ilyen, nem a Ferencváros, a tapasztalatával nyerte meg azzal, hogy, hogy már nem egyszer volt ilyen helyzetben, sokkal többször kerül ilyen kiélezett helyzetbe, kiélezett mérkőzéseken, amíg a Loki nem annyira. És ezért, hogyha ilyen kiegyenlítettebb lenne a bajnokság, és azt kell, hogy mondjam, tényleg nem a pénzen múlik, mert az egymás elleni mérkőzéseken is lehetne ilyen kiélezett szituációkat létrehozni, hogy akarni kell futballozni. Ez tényleg nem a pénzen múlik. Hát igen, és hogyha jobban belegondolunk, hogy a Blagojevics mesternek a hosszú távú stratégiája, tehát hogy most nem a mérkőzésre gondolok csak, hanem ez a sűrű programnak a lebonyolítása, ott az volt a technológia, vagy azt nem mondjam, hogy ugye a Fradi elleni mérkőzésre állította össze a csapatát a legerősebb összeállításba, az Újpest ellen inkább egy kicsit tartalékolt, és én azt annyira nem értettem, hogy miért nem arra a mérkőzésre koncentrálja erejét jobban, ahol eleve nagyobb eséllyel nyerhetnek. Na most mégis én azt mondom, hogy igaza lett, mert egyrészt az Újpest ellen győztek, tehát elég volt. Másrészt viszont ha a Fradi ellen nem is szereztek pontot, de megmutatták azt, hogy azért képesek nagyon komoly erőket mozgósítani, és képesek arra, hogy ha nem is a végeredményben, meg nem is az egész mérkőzésen, de hogy időnként akár ők tematizálják a meccset, akár a Fradival szemben, és ami meg a még fontosabb, és ez az egész magyar foci szempontjából érdekes és fontos, hogy olyan szintű erőkifejtésre sikerült bírni a Fradit, és ez egy olyan színvonalas meccs lett, abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy mekkora erőbedobást kívánt meg a játékosoktól, mennyire volt ez kiélezett, ami csak a javára válhat egyébként a focinak. Én sok ilyen meccset szeretnék egyébként látni. Most a szereplőktől függetlenül is mondom, hogy ilyen mérkőzések bizony használnak a magyar foci színvonalának. És hát Stankovics pont ezt nyilatkozta, mint ahogy most így nézem itt az én kis jegyzeteimet. Úgyhogy ez érdekes, mert bár azt mondta, hogy a konferencialigát és a bajnokságot külön kell kezelni, de azért most egy olyan éles meccset játszottak, ami például a konferencialigában is bőven-bőven előfordulhat. Még akkor is, ha azt gondolom, hogy ugye ott a Lokinál adott esetben erősebb ellenfelekkel kell szembenézni, ám de egy-egy mérkőzésen azért látni kell, mint ahogy ez itt bizonyítja, hogy igenis, itt az NB1-ben is van arra esély, hogy bárki bárkit megszorongasson. Hát igen, és csináltam erről egy videót, illetve egy kis történelmi visszatekintést csináltam, és egyszerűen van olyan szurkoltársunk, aki egyszerűen minden áron félre akarja magyarázni. Nem arról volt szó, nem azt próbáltam elmagyarázni, hogy Szentehén a Ferencváros, meg külön védelem kell neki, hanem egyszerűen arról van szó, hogy amíg a Ferencváros képviseli szinte egyedül a magyar klubfutballt, addig igenis megilleti őket legalább a játékvezető részéről bizonyos szintű védelem, és nem hagyjuk, hogy azok a fontos mérkőzésre váró játékosokat agyorúgják, mert azért volt rá példa a tavalyi szezonban, és addig, amíg a Ferencvárostól minden csapat és mindenki a profizmust várja el meg, hogy ne panaszkodjon, akkor legyenek szívesek, ők se panaszkodjanak már, amikor fele annyi meccset játszanak, és ott történik valami, akkor rögtön mindenért a Ferencváros a hibás, rögtön a Ferencváros miatt nem kapnak támogatást, holott itt most tényleg azokon múlik, hogyha meccselni akarnak, akkor meccseljenek, akkor ne a szájukat jártassák, akkor egymás ellen is olyan mérkőzéseket vívjanak, mint a Ferencváros ellen. Tegyék oda magukat is, ugyanúgy a Paks ellen is, mint a Ferencváros ellen. Ne ez legyen az élete meccse, és ha esetleg jobb az ellenfél, akkor utána agyon rúgjuk, mint ugye a tavalyi szezonban előfordult, hogy akár ennek is köszönhető, hogy 8 kulcsjátékosunkat tette haza a hazai bajnokság.
feltételezem, nem feltétlenül mindenki rossz indulatból, bár ez is hozzátartozik. Tehát mondom is, lehet itt most engem köpködni, de tessék a többi csapatnak is, a többi csapathoz is úgy hozzáállni, mint a Ferencvároshoz. Mert akkor is emelkedne, ez nem pénzkérdés, hogy akartok egymás ellen futballozni. Tehát ezzel remélem nem, mert az igazság nem is érdekel, megbántok valakit vagy nem, mert éppen eleget hallgatom hogy mindig különvédelem. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy tessék mindenkihez ugyanúgy hozzáállni, mint a Ferencvároshoz. No, és pont ez a mérkőzés bizonyítja, hogy egyrészt ugye, amit elmondtam, hogy a Debrecen mestere jól nagyon építette korrekt fel a stratégiáját. Korrekt volt. És hogy például, amit én mondtam, hogy miért nem oda összpontosítja az energiáját, ahol egyébként is esélyesebb. Na ez, amit én mondok, ez a hagyományos felfogás, de amit én mondok, abból például nem lett volna abból a stratégiából egy ilyen meccs. Mert a Loki úgy áll föl, hogy ugyanúgy nem pihentett játékosokat, viszont beáll betonba, betolja a buszt, és kész. És akkor van egy ilyen unalmas izé, ahol az egyik csapat megpróbál támadni, folyamatosan lepattan, mert ott van a busz, a másik csapat meg nem tud kijönni, és akkor egy ilyen tilitoliba átmegy az egész. Na most ez a Lokinak köszönhető, hogy ez egy ilyen mérkőzés lett, mert azt a szintet, amit ő most tudott teljesíteni, szerintem ők most abszolút kimaxolták a tudásukat, kimaxolták azt, ami a játékosokban benne van, és, mint láttuk, az nem kevés. Egyre körültem, Bódi nem játszott, mert tuti rúgtak volna még egyet. Tehát Bódi akármilyen formában van, azért rúg a Fradinak egy gólt. Ugye köszönöm Blagojevic mesternek, hogy nem bízott benne most ezzel a mérkőzésen. De biztos bízik benne, csak ugye... kérdeztem már többször, hogy miért nem játszik végig meccseket. Kondi már nem megy. De hogy állítólag tényleg ez van, hogy kondicionálisan nem feltétlenül úgy áll, ahogy kellene. Jó, akkor ugorhatunk is vasárnapra, amikor szintén jó a Béthez szól a nóta, 12:30-as meccskezdés volt a Paks Kecskemét mérkőzésem. Itt a Paks egyetlen egy szerzett góllal otthon tartotta a 3 pontot. Hát, most mit mondjak? Erre, szerintem erre is azt mondtam én legalábbis, hogy a Kecskemétben lesz annyi, hogy most megszorongatja a Paksot, vagy esetleg elhullajtatja vele az első pontjait. Nem. Viszont az a 11-es, amit kapott a Paks, és ezen a... De milyen igazságos a foci? Mert a... Hát mert aztán abból nem lett gól. Igen, de a helyzetbehozás az megtörtént. Én megmondom őszintén, nagyon-nagyon azt éreztem, hogy a Paksnak a győzelméért jobban szorítanak valahol. De én nem is tudom, ezek a 11-esek már volt ebben a fordulóban máshol is, illetve az előzőben is. Azért voltak olyan helyzetek, hogy hát nem tudom. Tehát ez valahogy már szankcionálni kellene, vagy meg kellene nézni. Ha valakit meglöknek, akkor az előre esik, nem pedig visszafelé. Ja, igen. És csináltál erről is egy videót, ugye egyrészt. Itt ezen a mérkőzésen is, de másik mérkőzéseken is tényleg igaz volt ez az oroszlán és a szöcske keresztezése. Nagyon sokat, és egyre látványosabb az, hogy a játékosok, hogy is mondjam, mind mozgásukban, mind hanghatások kíséretében segítik a bíró döntését. Tehát én nekem a legelső hogy ilyen... Azt nem mondjam. Hát igen, hát ugye a Csányinak ugye természetesen már itt sem állt meg a kritikája, hiszen a klubok hozzátettek valamit a játékvezető teljesítményét. Hát azért mondom. Tehát megvolt az optikai tuning is, az audio tuning is, hogy látszódjon, hogy itt történt valami. Az legelső ilyen élményem egyébként, ezt gyorsan elmondom, Ferencváros Szombathely mérkőzésen volt, amikor a Halmosi Péter engedett ki egy olyan üvöltést, hogy 10-15 méterre álltunk a fotós részre, és mindenki összerezzen, pedig
azt hiszem egy olyan kb. Fél méterrel sikerült neki átugrani a becsúszó lábat, amiért sárglapot kapott szimulálásért, de az a hanghatás, azt még szerintem a holtak is meghallották. Igen. Én most egyébként direkt utaztam arra, néztem, és a lassításokat is, meg egyes meccselemeket ismétlésben is megnéztem, és én azt mondom, hogy ha most a Hanacek úr olyan statisztikát tol be, hogy egyre inkább... Egyre kevesebb a bírói hiba? Egyre kevesebb a bírói hiba, akkor hazudik. Pont, így. Ennyi. Egyébként visszatérve a mérkőzésre, mert egyébként a Hanacek a kutyát nem érdekli, meg az ő statisztikája, reptéri kutyát, vagy hogy... Reptéri. Kivert lőtéri kutyát. Na, igen. Itt azért az első félidő olyan 30. percétől ugye az első félidő végéig azért rettenetesen paprikás volt a hangulat, de, és akkor azért tereltem ide a szót, hogy ugye a Kecskemét eléggé favágó üzemmódba került. És akkor itt repkedtek sorba a sárgalapok. Csak hogy. Itt az ok is az okozat megfordul. Az igencsak, igen-igen erőteljesen megkérdőjelezhető bírói ítéletek váltották ki a Kecskemétből azt a viselkedést, ami aztán a sárgalapokat eredményezte, és nem a bóvó önmaguktól kerültek olyan, hogy is szokták ezt mondani, idegállapotba? hogy ők most akkor szét akarják rúgni az ellenfeled, hanem az erőteljesen megkérdőjelezhető bírói ítéletek okán. És én nem tudom, most olvasom, hogy Rusz Márton volt a játékvezető, tök mindegy egyébként, mert nem a nevek a lényegesek, de én azt mondom, hogy hát ez rémgyenge, tehát rémesen gyenge volt. Nem mondom, hogy ez a labdarúgó mérkőzés, a forduló meccse volt, mert egyáltalán nem, de hogy képes volt a bíráskodás alulmolni a labdarúgás színvonalát, az... Éppen ezért lett volna könnyű mérkőzés, mert nem volt ugye akkora hajtás, akkora... Tehát egy játékvezető szempontból meg lehetett volna fogni ezt a mérkőzést hamar, de annyi volt a mezőnybeli tévedés, és tényleg meg kell, hogy mondjam, hogy főleg a Kecskemét ilyen kárára. Tehát így az, ez most meg kicsit tendencia kezd lenni, hogy nem kell, nincs rászorulva a Paks egyébként erre a segítségre. Mondani, hogy egyébként a Paks akkor is megnyeri a mérkőzést, hogyha nincs ez. Ez bizonyítja például ugye a 11-es, aztán a nem belül 11-es, és annak ellenére mégis szerzett gólt. Tehát, hogy... Nincs erre rászorulva. Én elhiszem, hogy kell a rekláma a magyar csapatnak, de... De ez negatív reklám, tehát ez... Tehát nincs, de és nem lehet, még azt sem tudom mondani, hogy minden héten ugyanazt a csapatot támogatják, hanem össze-vissza baromságokat csinálnak. Tehát egyértelműen látszik, az, amit a Csányi úr nem tud egyszerűen cáfolni, hogy a játékvezetés színvonala van, főleg a Békesegge alatt. És mivel ez hatása van a mérkőzésekre, hatása van a játékosokra, ennek is köszönhető, hogy egy kicsit visszamaradottabb a magyar labdarúgás, mert korrekt lenne a játékvezetés színvonala, akkor jogosan kérhetné bármit is számon egy játékvezető. De azt egyszerűen nem tudom megemészteni, hogy a klubokon kéri számon a játékvezető fejlődését, a Csányi Sándor, ez valami olyan, én nem is tudom, ezt hogy lehetne nevezni? Hát ez olyan, mint amikor azt mondod, hogy azért gyenge az iskola, mert a tanuló. Tehát, hogy így... Nem tudom hova tenni, hát rojtos van nyalva valahol, tényleg. És minden lehetőség megvan. Jó fizetést kapnak, most az se lehet, hogy nem keresnek jól. Hát egyszerűen már tényleg csak ezt is csak csinálni kellene normálisan. Tehát mindegy. Lehet, hogy itt is egyébként ugyanaz az igazság, mint az Újpesten, hogy van egy olyan vezetősége a Magyar Játékvezetői Testületnek, aki egyszerűen rátelepszik erre az egészre, és folyamatosan lelkileg terrorizálja a játékvezetőket, mert ugye ezt is olvastuk ezen a szakmai oldalon. Igen, hát oldalon. Úgy tűnik, mintha nem irányítanának, nem vezetnének, hanem
nem is tudom, hogy mondjam, elvárásokat fogalmazzának meg, és ha a fene-fenét eszik, a statisztika az úgyis az lesz, ami. Igen, tehát hogy a statisztika felé, tehát amerre irányul a statisztika, meghatározzák az irányvonalat, hogy most sokkal, de sokkal kevesebb a, mit tudom én, a szabadrugás, akkor nem adunk szabadrugást semmire. Tehát így ez, most engedjük egy kicsit a játékot, mert ugye ez lenne az elvárás, hogy kicsit folyamatosabb legyen, így több szabad játékpercet próbáljuk, tehát a statisztikát arra kéne javítani, akkor mindig arra javítjuk egy kicsit. Tehát még ez is benne lehet egyébként, tehát semmelyik csapatnak nem csalnak, vagy valami nem egyszerűen, mindig a javuló statisztikát kell teljesíteni jól, és akkor lehet döngetni a mellett. Csak ez egyébként az a gond, hogy az a nemzetközi játékvezetést, ez kurvára nem érdekli. Hát igen, tudsz nemzetközi szinten meccseket vezető magyar játékvezetőt? Hát élőt nem. Tehát jó. Tehát hogy így pont ennyi. Úgyhogy hát szerintem ennyiben maradhatunk, hogy ezekkel a statisztikákkal maximum valagot lehet törölni, mert önmagában semmiről nem szólnak ezek. Meg mi az, hogy, tehát, hogy már eleve ez a fogalom, hogy nem tudom hány százalékkal több jó döntés született. És ki dönt? De most jó vagy nem jó, ez egyrészt kidönti el, másrészt ki fog utána nézni, hogy ez számszerűleg hogy és mint, és egyébként akkor ezt így lehet lobogtatni, de tényleg semmit nem jelent. Mert az már jelent valamit, hogy például ez a mérkőzés sokkal jobb lehetett volna, ha valami olyan, ja, ha nem sípgyenge a játékvezetés. Mert hogyha van pár harcgyenge játék, akkor van sípgyenge játékvezetés is. Már bocs. Igen, tehát innentől kezdve ezt a fogalmat fogjuk használni, hogyha sípgyenge volt a mérkőzés. Igen, igen. Játékgyenge, sípgyenge. Jó, ugorjunk tovább itt, mert aztán itt következett egy olyan mérkőzés, amit mindenki nagyon várt. Itt egy friss, meg egy nagyon-nagyon friss edző. Jó, ennyi volt, mehetünk tovább. Igen, csapat a csapat össze. Ez nevezetesen a DVTK Újpest mérkőzés volt. Volt itt azért hangulat. Én valami 7700 nézőszámot hallottam. A hanghatás alapján sokkal többnek tűnt egyébként, oda-vissza. Tehát a szurkolók azok így mindent megtettek. Állítólag volt valami kis mérkőzés előtt, volt valami kis kergetőzés. Ő dolguk. De, ami fontosabb, a Diósgyőrnél is nagy kérdés az, hogy milyen lélektani szituációban vannak a játékosok, illetve a vezetés. Ugye a Szergeinek a leváltása, annak a furcsa körülményei, annak az időzítése, az minimum vegyes érzelmeket válthatott ki a játékosokból, és a szurkolókból nem kevésbé. Megért egyébként szerinted leváltani? Látsz valami? Történt valami olyan látványos dolog, hogy na, ez a Szergei miatt volt. És miután nincs, most már sokkal jobb. Van ilyen? Nem, nincs. Nem. Tehát én nem látom azt, hogy itt változott volna valami. Jó, hozzá kell tenni. Az első mérkőzés előtt 3 nappal, és azóta 3 naponta vannak mérkőzések. De tudod, de a kifogás olyan, mint a seg, mindenkinek van, csak senkit nem érdekel a másé. Ugye ezt mondták a Szergeire is, hogy... Hát igen, és hogyha így jobban megnézzük itt a dolgokat, hogyha nem klikkolom el, akkor még talán tudni is fogom. Az utóbbi 3 mérkőzés, az ugye nyitásnak egy döntetlen a Loki ellen, utána Kecskeméttől egy 2-1-es, illetve egy Újpesttől egy 2-1-es, az utóbbi ráadásul Diósgyőrben, ami szerintem azért különös jelentőséggel bír, mert azért Diósgyőrben van olyan atmoszféra, van olyan szurkolás, hogy ott tényleg hozzá tud tenni a szurkolótábor a csapat teljesítményéhez. Sokszor idegenben is egyébként, tehát hogy azért a Diósgyőrben van utazótábor, és nem férnek el egy oldalkocsis motorkerékpáron, azt tudjuk. Biztos, hogy nem.
Úgyhogy én most itt nem látok igazából komolyabb változást, és sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem látok a játékban különösebb koncepciót. Azt látom, hogy a játékosok nagyon hajtanak, küzdenek, tényleg hibátlan, csak a játék koncepciót nem látom én annyira. Például nagyon sok esetben nem értettem azt, hogy nagyon szépen lehelyezkedtek a szélsők a vonal mellett. Nagyon sok esetben a védő, az Újpest védelemnek a szárnyai, azok a hátsó alakzatnál följebb voltak, tehát a belső alakzatnál, és anélkül lehetett mögéjük kerülni, hogy lesre szaladt volna a játékos. Ehhez képest nagyon kevés szélre indítás történt meg. Volt, mert előfordult, de rengeteg esetben nem játszották ki azt az egyértelmű indítást, és nem tudom, hogy ennek mi az oka. Nekem akkor, amikor ősszel összeállt ez a csapat, és akkor együtt elkezdtek játszani, akkor egy egységesebbnek tűnt, holott biztos, tehát logikailag szinte lehetetlen, hogy akkor egységesebbek legyenek, mint most. Valószínű, hogy ez a váltás, ez ilyen lélektani szempontból nem hatott jól, és még egy dolog van, és ez nem kritika, mert nem lehet alapvető emberi tulajdonságokat kritikával illetni. Nekem Simon Miklós egy kicsit olyan szintelen, szaktalan a padon. Tehát hát szakértőként szimpatikusabb volt, megmondom őszintén, így látom, hogy megkérdezték, hogy mit gondol, hát ameddig szükség van rám, csinálom. Tehát én nem látom benne azt az extra lelkesedést ezért a munkáért. A fene tudja. Mintha nem lenne tűz benne, én valahogy igen, úgy látom. Igen. Vagy ő pontosan tudja, hogy ez csak egy átmeneti megoldás. Jó, csak ezt ugye a játékosokra is ki tud vetülni, és akkor onnantól kezdve azért nem biztos, hogy jó az a történet. Ráadásul pont egy olyan csapatnál, ami arról szól, itt a szenvedélyről szól a Diós Győr. Na pont ez az. Tehát azért mondom, hogy de mondom, mivel ő valószínűleg egy ilyen nyugodtabb típusú ember, egy megfontolt edző, aki biztos nagyon jól megtervezi a mérkőzéseket, de akkor nem biztos, hogy ő az, aki. Én azt mondom, és ez nem szakmai. Tehát abszolút, nyilván nem kritizálhatom. Mert ez jellembeli kérdés. De nem csak... Nem a DVTK karakteréhez illő az edző. Úgy. És ez szakmai kérdés. Az, amit te mondtál, az úgy... tehát egy kicsit próbáltad, hogy ne tűnjünk szakértőnek. Hát nem vagyunk szakértők, de ez annyira nyilvánvaló, hogy ez egyszer nem illik oda. Tehát erről van szó. Tehát ugyanúgy, mint a Diós Zsolérén egy szenvedélye szakember illik. Most egyszer... De mondok egy példát, én például az MTK-nál el tudnám képzelni. Hát az MTK, igen, mert ő olyan karakter, mint aki most, hogy hívják a fiatal, hát mindig elfejtem szegény, pontosan azért, mert szegénykem egy ilyen szintelen szaktalan edző, és nem megbánt, hanem egyszerűen egy ilyen, tehát egy ilyen Garami Józsi bácsi nyugodtságú. Biztos vagyok benne, Simon Miklós egy jó utánpótlás szakember, ahogy ugye elmondták a labdarúgók is, abban az NB1.hu adásban, de egyszerűen nem való egy kispadra. Nem sugárzik belőle az az intenzitás, az az energia, ami a Diós Győri kispadra kell. Igen, nem a kispadra nem, hanem a Diós Győri kispadra. Igen, a Diós Győri kispadra. Így van. Na most azért hozzátartozik, hogy a mérkőzés elén a Diós Győriek nagyon szépen belekezdtek. Az Újpest elég rettenetesen vakon volt szerintem, és látszott, hogy tulajdonképpen ez a csapat, ez meccs közben áll össze. Hát, igen. És ugye azt kellett látni, hogy egyébként a Diós Győrnek abból a szempontból nehéz helyzete volt, hogy a Géza Bá, majd erről lesz egy történetem, tehát Mészői Géza,
másképp rakta össze teljesen a csapatot, mint ami eddig, ugye már 10 éve megszokott volt az Újpesttől, amióta itt rontja a levegőt a Vigyevics, és nem volt például egy dedikált csúcsék. Mint kiderült, felrakott egy box-to-box játékost, aki eddig olyan epizód szerepeket kapott, de én is azt gondoltam róla, hogy nem valami nagy talentum. Erre kiderült, Radosevicsről van szó, erre kiderült, hogy felszántja a pályát, gólt szerez, és még kondia is van, mert még a 90. percben is ugyanúgy felszántja a pályát, valami egészen elképesztő, és ott ebben a periódusban azt kell, hogy mondjam, hogy a Diósgyőrnek ténylegesen egyrészt nem volt szerencséje, másrészt a másik oldalról megvizsgálva a dolgot, a csapat lelki állapotától is függ, hogy hogyan pattan az a labda. Igen, és hogyha a karakterében passzolna a Simon Miklós a DVTK kispadjára, ez a meccs lehet, hogy X. Igen, mert hogyha viszont a másik oldalról megnézzük azt az első lépést, amit meg kellett tenni a Mészöly Gézának, hogy fejben, hogy lélektani szempontból összerakja a csapatot, mert most így két nap alatt tényleg most mi mást, azt hibátlanul megoldotta. Az majd egy másik része a dolognak, hogy ebből majd hogy lesz Mészöly Géza féle játék. Már most is azért látszott egy-két dolog, például amiket mondtam, hogy eleve másképp rakta föl a csapatot. Úgyhogy ez még most, ez tényleg csak az első vagy a nulladik lépés, de ez nagyon jól sült el. No Géza, no party. Ez nagyon tetszett ez a mondja. Úgyhogy, ja, és hát ugye az a történés, hogy megszerzi a vezetést a 17. percben az Újpest, és egyébként egy olyan góllal, ahol az Odincovról szerencsétlenül pattant a labda, és pont a játékosunk elé. Na de azt be kellett oda rúgni középre, azt be kellett centerezni. Meg ott kellett lenni, stb. Aztán az 50. percben egalizált a Diósgyőr, és ott megint egyébként volt egy jó periódusok, tényleg. Illetve az egész meccsen én nem láttam a két csapat között óriási különbséget. Nem rogyott meg a Diósgyőr. Tehát nem szartak be attól, hogy vezet az ellenfél. Tehát ezt jó volt látni. Tehát igen. Van tartása. Ez azt jelenti, hogy van tudás, van tartása. Úgy gondolom, most már kondi is van. Csak egyszerűen az a plusz, amit a Gézának a jelenléte hozzátett, az hiányzott Diósgyőrből. Igen, és ugye az is látszott, hogy az Újpestnél is van tartás, mert még egyszer sikerült megszerezni a vezetést, ami végül is a győzelmet is jelentő gólt jelentette, hogy ilyen teljesen magyar tanulom mondjam, és ugye a Mörsel fejelt egy szép gólt, de hogy ott mi történt a védőkkel. Hát az jó kérdés. Hogy az tényleg, egyébként azt figyeltem, hogy ha jól emlékszem, a 2-es számú játékos, a Lund fogta Mörselt, és a Mörsel egyenes vonalba ment a kapu felé, a Lund meg valamiért az 5-ös és az alapvonal találkozása felé ment. Tehát ilyen távolodóban, hogy mit gondolt, nem tudom. Mint a teremtő ketté vászott a Vöröstenger, és ott középen, ott begyalogott és bólintott egyet. Igen, tehát ott én úgy láttam, hogy a Lund volt az, ha nem ő volt, akkor más, de valami teljesen érthetetlen módon az embere, az így ráadásul egy olyan helyre, ahova teljesen, hogy is mondjam, hogy abszolút értelmetlen volt az a mozgás. Tehát azon túl, hogy nem az emberével mozgott, azon kívül oda futni egy szögletnél, teljesen értelmetlen dolog. Azért biztos felkérdezték az öltözőben, hogy édesfiam, te mi a bácsa, azt csináltál? Igen, elindultál hazafelé, hogy mi van? Tehát, hogy így nagyon érdekes volt. Figyelj, ez. Itt hagytad a cigidet. Jó? Igen. Ami viszont egyébként nagyon érdekes, hogy kiderült Simon Krisztiánról, hogy még mindig tud futballozni. Ugye, hát jé, akkor Fehér Csanád szintén, és aminek én nagyon örülök, a Koburi,
Jó lesz, jó, jó, kifejezetten jó, ugye egy bal lábas belső védő, és nem egyszer előfordult olyan szituáció, amikor akár a 16-oson belül már megkerülték, és valahogy mégiscsak visszajött partiba, és akkor szerelte a támadó játékost, úgyhogy ez egy kifejezetten... És Csobot Kevinre is jó hatással volt a Mésző Géza megjelenése, tehát egy, amikor megláttam ezt a No Party no, Géza, nagyon rögtem, de attól függetlenül tényleg egy nagyon pozitív volt ez a mérkőzés. Látszott, hogy egy nagy egymásra találás történt itt az Újpesten és az edzőjével. Nagyon reméljük, hogy ez nem csak egy ilyen egy-két meccses állapot, hanem ez tényleg az első lépés afelé, hogy felemelkedik az Újpest. De az, hogy láttam azt, hogy a játékosok külső szemlélőként láttam ezt, hogy a játékosok felszabadultan játszanak. Hogy nem akar lejönni a Csobot Kevin, mert még akarja csinálni, de taktikailag ugye akart változtatni a Mésző, behozni a Kis Tamást egy gyors, előre-hátra mozogni képes játékossal, de azt gondolom, hogy most ez a változás, ez a Csobot Kevinnek külön jót tett, mert esetleg kaphat egy olyan pozitív impulzust, hogy mégiscsak közelebb kerülhet a válogatotthoz, vagy egy olyan szerződéshez, ami egy komolyabb csapathoz tudja majd hozzájuttatni, mert a képességei alapján neki már rég nem itt kellene játszania. Hát egyébként meg meccsek óta halvány lilának sem nevezném a Csobot Kevin játékát, sajnos. Tudom, hogy sokkal többet tud, ezért nem fogom én ledorongolni őt, de ami még egy nagyon érdekes dolog, és ezt nem... hogy is mondjam, nem beleszólva szakmai kérdésekbe. Azt többször mondtuk, hogy mert szakemberek állítják, hogy egy-egy játékrendszert vagy egy csapat együttmozgást megtanítani pár nap. Na most, aki azt mondja, hogy ez nincs így, akkor az most nézze meg ezt a mérkőzést, akár újra. Ugyanis a Tamás, tehát eleve Mészői Géza más játékrendben rakta föl a pályára a csapatot, és mást játszott a csapat. Majd a 29. percben sajnos Tamás Krisztián meghúzódott, innen is jobbulást kívánok neki, és helyette a Gyurics jött be, aki egy támadó típusú játékos, ugye a bal hátvéd helyett. Ez azt jelentette, hogy át lett szervezve megint csak a csapat. És működött. Előtte is működött, meg utána is működött érdekes módon. Magyarul valamit hogy nem, 2-3 nap alatt sikerült megtanítani a játékosoknak. Ez attól van egyébként, hogy játékosnak tisztán és világosan el van mondva, hogy mit várnak el tőle. Amiről már ugye nem egyszer beszéltünk, én csináltam külön videót is, Ferenci Attila is, vagy nálunk már, tehát ha megnéztek egy edzői videót, lehet a lehető legkevesebb döntési helyzet elé kell állítani a játékost. És ha azok tisztán és világosan el vannak magyarázva, édes fiam, tőled ezt várom el, vagy ide, vagy oda, akkor nincsen appelláta. Akkor nem tudsz hülye lenni. Igen. Vagy ha igen, akkor szándékos. Igen. És itt van az, amit én el akarok mondani egyébként. Itt jön az a rész. És hogy is mondjam, eleve ott azzal kezdődik, hogy megkövetem Szabó Jánost. Sőt, nagyon nagyot nőtt a szememben, de egy saját történetem miatt, bármilyen furcsa is, kicsit messziről kell kezdenem. A mérkőzés után nyilatkozott ugye itt Krisztián, aki azt mondta, hogy hát Géza bá. És hát, mert a Géza bá volt az, aki először lehetőséget adott neki az NB1-ben való szereplése, és hát most ez neki mekkora nagy dolgot jelent, és hogy hűha. Na most ez a bá. Én egyrészt örülök ennek a kifejezésnek, de annak idején, amikor még én futballoztam, akkor is úgy volt a történés, hogy volt vagy mester, az egy kicsit távolságtartóbb, vagy bá, az már egy kicsit olyan, hogy mondjam, egy kicsit olyan bensőségesebb megszólítás volt, hiszen ugye... Mint egy tanárt úgy igen, szólt. Igen, hiszen a kereszt neve és a bá, vagy akár a teljes neve és a bá. És hát ettől volt még egy fokozat, ezt annak idején, és ez egy kicsit korábbi is talán, a bácsi
Az meg a maximális tisztelet. És bocsánat, bácsi, lehetett a tőlünk pár évvel idősebb játékos, edző, stb., akinek olyan megkérdőjelezhetetlen tekintélye volt, az bácsi volt. Na most, az én egyik legkedvencebb edzőm, őt úgy hívtuk, hogy Johnny Bell. Aki nevezetesen Szabó Johnny, azaz Szabó János volt, és remélem, hogy még a mai napig is. Sok egészséget neki, innen is. De a lényeg, hogy tulajdonképpen már csak emiatt a névegyezőség miatt is, meg emiatt az egész történet miatt is, én azt mondom, hogy akárhogy is nézem, de a Paks Szabó János nélkül az olyan, mint egy ebéd nélküli vasárnap. Úgyhogy visszakövetelem. De másé már. Lehet. Hát nem tudom. Most egyébként ő valószínűleg sérült, mert ugye a keretben sem volt benne. Csak ezt a történetet el akartam mondani, és az a másik része, hogy a Géza Bá, az meg látványosan majdnem elsírta magát. De a lényeg, hogy az egész történés, ami Diósgyőrben zajlott, az igazából egy ilyen nagy lélektani... Családegyesítés. Igen, egy ilyen lélektani dráma volt tulajdonképpen, mindkét részről amúgy, de hát az Újpestnél, én ugye azt mondtam a mérkőzés előtt a beharangozóban, hogy én azt várom, hogy valamilyen nyomokat, valamit fel tudok fedezni, hogy pozitív irányba indult el a változás, és nem biztos, hogy persze vártam, mert mindig annak szurkolok, hogy győzzen a csapat, de nem gondoltam, hogy feltétlen győzelem lehet ebből. De lám, azon túl, hogy egyébként láttam azokat a... Tényleg visszaköszöntek azok a dolgok, hogy volt szervezettség, ugyanakkor volt benne lélek. Érzelem. Érzelem, és volt benne a játéknak az élvezete, amit elmondott a Mészői Géza, hogy ő ezeket szeretné. És akkor ezt ötösre teljesítette, de mondom, most kezdődik az a munka, ahol majd elkezdődik az időszak, reményeim szerint, ahol Mészői Gézául fog úgy igazán futballozni az Újpest, ami egyébként azt is jelenti egyben nálam, hogy újpestül. És ezt nagyon várom. Tehát a igazán komoly szakmai munka, amihez én legalábbis természetesen nem értek, az most kezdődik. Na, úgyhogy hajrá, derbi, kiderül, hogy lesz-e majd zibuskodás. Jó, oké. Okay. Jó, és akkor a záró mérkőzés, ami egyébként nagyon fontos volt mindkét csapatnak, és hát tulajdonképpen ilyen nesze semmi fog meg jól lett belőle mindkét csapat számára. Ez a Zete-Kövesd mérkőzés volt, ami egy-eggyel zárult, és ugye azt mondtuk, hogy ez a Zete szempontjából azért különösen fontos, mert most ez a mérkőzés az előzmények után, ahol egyébként jól szerepeltek, mert ugye tavasszal két győzelemmel nyitottak még hozzá ugye a Fehérvár ellen és a Felcsút ellen. Úgy látszik, Fejér megyét azt offolták. Akkor most otthon a esélyesként kellett nyerniük, és nem tudták megugrani. A kötelező győzelem mindig a legnehezebb. Hát igen, én is nem vártam más, ez egyértelműnek tűnt, hogy Zalai 3 pont, egy gyengélkedő Kövesd, tehát ez számomra nem volt kérdés. És akkor néztem ezt a mérkőzést, ez olyan, amúgy is utálom a vasárnap esti mérkőzéseket, mindig a gyerekkorom jut eszembe, kezdődött a Jamie és a Csodalámpa, vasárnap esti mese, pici koromban, mindig, bazd meg, holnap iskola. Tehát így körülbelül így voltam ezzel a meccsel, és lehangoló volt az egész, esett az eső. Nem volt egy jó mérkőzés szerintem, és akkor ráadásul egy-egy lett, ó, Istenem. Tehát ez egy ilyen kötelező ostorcsapás volt itt a vasárnap esténben, de hát mondom, nem bántam én a kövesdieket, csak itt egyszerűen a Zalaegerszeg pont a kötelezőt nem bírta hozni. És nem tudom, ráadásul itt volt az a mikrofon gyenge kommentátor?
itt is. Csak nem tudom, hogy ezen a mérkőzésen volt, vagy valamelyik másikon, azt mondta a mikrofon gyenge kommentátor, hogy az 56. perc körül, a meccs 56. perce körül, hogy a második félidőben 6 csere volt, 2 a félidőben, és 4 most. Igen, itt kompi van. Jó, hát azért, szóval én azt mondom, hogy Zombor iskola 6. Usz, igen. Hát ez a mentális hátrányból indul. Jó. Mentali handicap. Jó, de na, visszatérve a mérkőzése. Igen, sajnos a Zete szempontjából sajnos nem tudtam megugrani. A Köves szempontjában meg az a sajnos, hogy ezzel az egy ponttal, hát most azért van nagyon sokkal beljebb nincsenek, mert hát most van 16 pontjuk, a Zetétől 6 pont a lemaradásuk így, viszont ugye a Zete elszalasztotta azt a lehetőséget, hogy akár az Újpestet megelőzve visszaszorítsa az Újpestet a 10. helyre, így maradt a 10. helyen. Így is nagyot lépett az Zete. Persze, tehát hogyha megnézzük, ahogy zárták az őszt, ahhoz képest ez még mindig tök jó, csak pont ez volt az a mérkőzés, ahol ugye mindig azt szokták mondani, hogy itt a körülötted levő csapatok ellen kell, ott biztosan nyerned kell. Igen. És én most azt láttam, hogy valahogy megakadt ez a történet. Az is benne volt, hogy rettentő volt egyébként a pálya emiatt a sok... Tehát, hogy azért nem volt kecskeméti szint, de ugye folyamatosan esett az eső, és ez azért nem használta a mérkőzésnek. Másrészt pedig ilyen pályán aztán tényleg nagyon nehéz játszani, és így ebbe a 10 napba sűrített 3 mérkőzés utolsóját ilyen körülmények között játszani, ott biztos a játékosoknak is tényleg az volt, hogy jó, fújjam el, nem mindegy, hogy nem érdekel mennyi az eredmény, csak menjünk haza. Tehát, hogy így volt ebben egy ilyen is egy kicsit. Most a Kövesd hát megmutatta, hogy egyébként azt nem mutatta meg, hogy tud focizni, tud pontot szerezni, akár idegenben is. Mert hát itt sok, most nem a Kövesdet szólom, mert bocsánat, a Zetétől sem látunk többet. Egyrészt az ismertetett okok miatt, másrészt pedig azért, mert mind a két csapatot szerintem nyomta itt a tét. Egyébként most így az egész tabellán végigtekintve azért azt gondolom, hogy szép lassan kialakul a kiesők mezőny a Kisvárdától. Hát valami, nem tudom, valami forradalmi változás kellene, hogy ott ne legyen kiesés. Hát a Kövesd pedig, tőlünk már azért láttunk föltámadást, de itt most az mutatódik meg, hogy a Kövesd és a Kisvárda akik távoznak az NB1-ből. Tudom, hogy még sok meccs hátra van, de én ezt gondolom, hogy... Igen, és a Kövesdnél megint kezd az érzésem lenni, hogy minthogyha a Kutor Attila csak úgy végignézné, hogy mi történik. Megint, mintha ugye ez már ősszel is volt, hogy így... Hát amikor nem volt pénz, akkor kilátástalannak... És akkor egyszer csak nyertek, és akkor körülbelül valami olyasmit nyilatkozott, hogy jó, értem én, hogy most nyertünk, csak nem tudom, hogy miért. Szóval egy kicsit olyan... Pont azon a mérkőzésen nézett a legjobban, amikor ők nyertek, hogy ezt most hogy? Igen, látszott, hogy itt szinte csodálkozott a kispadnál, hogy most mi van? Mint a döntés született volna a feje fölött sok mindennel kapcsolatban. Na mindegy, hagyjuk is, mert ez összeesküvés elmélet. Így van. Na hát nézzük a tabellát, akkor a Paks vezet egy ponttal a Fradi előtt. Akinek 42 pontja van, a Fehérvár 36 ponttal követi a képzeletbeli dobogó 3. fokán, aztán jön a Felcsút 31 ponttal, Loki 29 pontos, MTK 28, Kecskemét 27, DVTK 25, immár a 8. helyen a Diósgyőr, utána következik 24 ponttal az Újpest, majd 10. az Zete, és a két kieső helyen van a Kövesd 6 pont lemaradásban, ugye a bentmaradást érő helytől, illetve a Kisvárda, akinek még ettől is több, 8 pont a lemaradása. És ami nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a 4. helyezett től a 10. helyezettig, ami egy 31, illetve 22 pontos szintet jelent, nincsen
az egymás mellett lévő csapatok, azok nincsenek egy meccs távolságra sehol. Tehát két pontnál nagyobb különbség a negyedik és a tizedik között a közvetlen mellettük lévőktől nincsen, úgyhogy eléggé alaposan betömörödött ez a része, viszont a harmadik és a negyedik között azért van egy 5 pont, ott már több, illetve a második és a harmadik között is van egy 6 pontnyi különbség, úgyhogy ott ilyen a másodiktól a harmadikig, harmadiktól a negyedikig szakadozik a dolog, utána pedig a tizedik helyig. Én azt látom, hogy ott még így nagyjából minden megtörtént. Mit szoktak mondani? 40 pont? Az, ami annyi, a... annyi van már, igen. Tehát már Fradi benn marad. Igen, és a Fehérvárnak is már csak 4 pontot kell szerezni. Na hát. De ezt tudjuk, igen, ugye? Igen. Az volt, hogy legyen benne. 40 pont megvan, és akkor... Igen, és akkor majd utána meglátjuk, hogy akarunk-e még focizni, vagy nem tudom. Jó, nagyon szerencsétlen volt az a kommunikáció ott a tavasz indításánál, hogy ugye arról volt szó, hogy hát igazából az elsődleges cél a 40 pont elérése, az már nem kapott olyan hangsúlyos nagy hangsúlyt, hogy utána mi lesz, hogy akkor játszhatnak majd fiatalokat, vagy akkor az edző szabadjára engedi a csapatot, és alkosson, amit akar. Vagy kiteszi az árt vagy meccsekre. Igen, vagy akkor leszünk aztán igazán kemények, nem tudom. Tehát, hogy úgyhogy ez kicsit szerencsétlenül sikerült. Na, és van egy jó hír egyébként az NB1-es játékosok számára, NBB1-es játékosok számára, hogy ezúttal most lesz így cirka egy hetük pihenni, mert a legközelebbi forduló az már egy rendes hétvégi forduló lesz. Méghozzá pénteki kezdéssel. A záró mérkőzés pedig vasárnap lesz, ugye, és ez csonkaforduló lesz, mert a Fradi Diósgyőr mérkőzés az elmarad. Ez jó hír egyébként a Diósgyőrnek, mert szerintem itt most egy kis plusz munkával összetudják most magukat szedni, szerintem ez jó lesz nekik is, és A lényeg, hogy lesz péntek esti foci, tehát február 16-án 20 órától Paksra látogat az Ete. Addig is, hajrá, szurkolók! Hát, hajrá, magyar foci! Sziasztok! Érdekel a véleményetek! Kommenteljetek! Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót! Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok! És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!